28%-kal többen vették igénybe a könyvtár meg annyi szolgáltatását 2018-ban a 3 évvel korábbi adatokhoz képest. A látogatók így több mint 310 000 dokumentumot használtak a tavalyi évben. A témáról a részleteket a könyvtár igazgatótól, Tomaszowski Anitától kérdezem majd. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ezt évről évre elmondhatjuk, hogy mindig egy ilyen pozitív irányú változás van, vagy ez kivételes, ez a 2018-as adathalmaz? Évről évre vannak emelkedések, ugye az elmúlt 3 évet számba véve, de kifejezetten ez a 2018-as év nagyon sikeres volt, és több statisztikai adatunk emelkedést mutatott. Ez köszönhető annak, hogy változtattunk a könyvtárhasználati szabályzaton, egyszerre több dokumentumot tudnak kölcsönözni az olvasók, illetve egy másfajta szemlélettel próbálunk az olvasók és látogatók felé fordulni. Olvasóbarátabb lett a könyvtárunk, és odafigyelünk az olvasói, felhasználói igényekre. Elégedettségmérést, igényfelmérést végzünk könyvtárainkban, fiókkönyvtárainkban, és ezeket az olvasói igényeket próbáljuk maximálisan kielégíteni. Tehát ennek köszönhető, hogy évről évre van emelkedés, tehát a látogatók száma, mely elérte a 190 000-et. Itt elmondható, hogy a Vécsey utcai fiókkönyvtárunk több hónapos zárvatartása miatt is egy minimális csökkenés mutatkozik a 17-es évhez képest, tehát egy olyan 1000 főnyi. Pedig több hónapig zárva volt a könyvtár, a olvasóink, látogatóink nagyon türelmesen várták, hogy felújítsuk a fiókkönyvtárunkat, és ez teljes átalakuláson esett, tehát egy modern, 21. századi barátságos épület várja a Vécsey utcai olvasókat. Ez az egyik oldala, én úgy gondolom. A másik oldala, ha mondhatom úgy, mint könyvtárlátogató, hogy annak ellenére, hogy itt a vészjóslatok arról szóltak, hogy az internet világa, ugye, hogy teljesen ellep minden, tehát a printnek már nincsen jövője. Én azért úgy gondolom, hogy a 2019-ben is az az érzés, amikor az ember könyvet vesz a kezébe és kinyitja, annak azért még mindig megvan a feelingje, és aki ír egy regényt, aki ír egy tudományos munkát, nem biztos, hogy ő azt csak a világhálón szeretné viszont látni. Így van, ezt mi is így gondoljuk, mi könyvtárosok, hogy a írott szónak még mindig súlya van, és szeretjük a könyveket és a főleg az új könyveknek az illatát, tehát a frissen nyomdából kijött kortárs íróköltők, helyi íróköltőknek az alkotásait kézbe venni. Ez így van, és valószínűleg még azért jó néhány évig így is marad, amíg vannak olyan olvasók, akik azért kifejezetten azért járnak, hogy fizikailag tudja kölcsönözni a könyveket. Természetesen megyei hatókörű városi könyvtárként, közkönyvtárként mindenfajta dokumentumtípust tudnunk kell szolgáltatni, tehát zenei anyagokat, hangos könyveket, kottákat és elektronikus dokumentumokat is. A digitalizációra is nagy hangsúlyt fektetünk, de igyekszünk a 21. századi infokommunikációs technológiákat kihasználni, és ez irányban is fejlesztjük könyvtárunkat, tehát egy nagy uniós forrásnak köszönhetően úgynevezett digitalizációs műhelyet szeretnénk kialakítani, fejleszteni az oktatótermet, és úgynevezett a térségnek egy szakmai központi műhelyévé, képző műhelyévé válni, ahol megvannak azok az eszközök, melyekkel meg tudjuk mutatni könyvtáros kollégáknak is a digitalizációnak a menetét. Természetesen erre is oda kell figyelni, és vannak olyan olvasói és látogatói igények, akik a távhasználatot részesítik előnyben, tehát távolról szeretik használni adatbázisainkat, katalógusainkat, és hozzáférni a különböző digitalizált tartalmakhoz. Hát ez a kettő olyan egyensúlyban van. Tehát, de azért még mindig elmondhatjuk, hogy a hagyományos dokumentumokat és a helyben használatot, a személyes látogatást részesítik az olvasók előnyben. A fiatalabb korosztályoknak is tudunk olyan szolgáltatásokat biztosítani, amely az ő igényeknek megfelelő, ezért
remélhetőleg májusban meg tudjuk nyitni majd a kamasz teret, mely kifejezetten a kamaszoknak, a ifjúságnak nyújt majd egy olyan közösségi és kulturális teret, ahol megtalálható a modern technika legfontosabb eszközei, amit a tanuláshoz, kutatáshoz tudnak használni, és természetesen szabadidő hasznos eltöltéséhez, önművelődéshez és önszerveződő klubok létrejöttéhez tud majd segítséget nyújtani. Olyan érzésem van egy kicsit, minthogyha az én fiatal koromban megtapasztalt dolgok a reneszánszukat élnék, csak most éppen modern eszközök felhasználásával. Ha jól sejtem, azért ilyen komoly tervek és digitalizáció hátterében egy kicsit a DJP program is ott áll. Így van, könyvtárunk digitális jólét programpont is. Megnyertünk egy 2 millió forint értékben eszközöket, és a megyében 120 DJP pont várja az állampolgárokat, és segíti az állampolgárokat abban, hogy ők is elsajátítsák ezeket a digitális tudásokat, alapműveltséget, hiszen fontos, hogy ezeket az eszközöket megfelelően is jól tudjuk használni. Ez igaz mind a fiatalokra is, és az idősebb korosztályra is. Tehát a digitális írástudás elsajátítása is egy fontos feladatunk, megyei könyvtárként és digitális jólét programpontként is. Szakképzett DJP mentorok állnak az állampolgárok rendelkezésére, elektronikus ügyintézéstől kezdve a különböző pályázati lehetőségeken élnek át. Élnek ezzel egyébként a városlakók, a megyében élők? Így van. Élnek ezekkel? Élnek. Korábban ugye az E-Magyarország pontokként szerepeltek ezek a helyszínek. Tavaly decemberben elindult az idősügyi képzés, tehát a 65 éven felüliek bekapcsolása a digitális írástudásba, a digitalizációba. Úgyhogy nagyon érdeklődőek, ők az a korosztály, akik mindent meg akarnak tanulni, és mindent meg is tanulnak. Jönnek szorgalommal az órákra, és mentor kollégáim pedig türelemmel és minden tudásukat átadva tanítják őket, hogy nekik is az életminőségük ezáltal is javuljon, és részesei legyenek a digitalizációnak. A beszélgetés végén mindenképpen szeretném, hogy témaként szerepeljen itt nálunk, azokra gondolva, akik távol élnek a fizikálisan kialakított könyvtáraktól. Ugye nekik a könyvtárbusz az, ami segítségül szolgál. Mióta van könyvtárbusz, és egy adott lakoshoz milyen sűrűn tud eljutni? Ilyen megyei hatókörű városi könyvtárként feladatunk a megyében lévő kis településeken is ugyanolyan könyvtári szolgáltatásokat biztosítani, mint itt akár a megye székhelyen. Ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy 2019-ben 197 településsel van együttműködési megállapodásunk. Ebből a 197 településből 28 településen és néhány nyíregyházi bokortanyán a guruló könyvtárunkkal, a könyvtárbuszunkkal szolgáltatunk. A 169 szolgáltatóhelyen pedig ott van kialakított a helyi önkormányzat által biztosított helyiség, és ott biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat. Ezek a nagyon kicsi települések, ahol két hetente jár a könyvtárbuszunk, két óra, másfél-két óra időtartamra. Nekik ez az egyetlen lehetőség, hogy információhoz, könyvhöz, kultúrához jussanak, így bekapcsolódjanak a kulturális alapellátásba. Nagyon fontosnak is tartják, és minden évben, novemberben szervezünk a könyvtárbuszos polgármestereknek egy találkozót, ahol a polgármesterekkel közösen megvitatjuk, milyen egyéb lehetőségeket tudunk még biztosítani, hogyan tudjuk a könyvtárbuszos szolgáltatásunkat a települések igényeihez igazítani. És ezt irányítjuk, koordináljuk innen a... Gondolom, ezek a látogatók, megye lakók is benne vannak abban a létszámban, akik ilyen szépre növelték a könyvtárlátogatók számát, vagy könyvtárlátogatások számát az elmúlt év vonatkozásában. A könyvtárbuszunkra körülbelül 1000 van, 1000 fő regisztrált, ez a 190 ezer fő csak a városi ellátásra vonatkozik, most zajlik a munkatervek és beszámolók készítése,
hogy az összesített statisztikát ezután fogjuk közé tenni a honlapunkon. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sikeres esztendőt kívánok 2019-re. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.